Szent István nap alkalmával rendezett országos senior teniszversenyt a Balatonféredi Petőfi Sportkör. A fennállásának 125. évfordulóját ünneplő egyesület 45. teniszversenyére rekord létszámban százan neveztek. A hazai versenyzők mellett Ausztriából, Szlovákiából és a Romániából is érkeztek sportolók. A szenior bajnokságon az egyéni, a páros és a vegyes párosok nyolc korosztályban indulhattak a trófeákért. Korosztályonként van ugrás, a férfiak 45 éves kortól főfele 5 évenként ti csoportokba játszanak, és a hölgyek pedig 40-től. A versenynek óriási a rangja, hát nem is a Wimbledon, de az ország négy legjobb szenior versenyek között tartják számon a Balatonfüredit. A háromnapos versenyen 143 mérkőzést láthattak az érdeklődők. A mérkőzések két nyert játszmáig folytak, döntő játszma helyett tízes tájbréket játszottak. A péntek is elejtezőket követően szombaton már a döntőbe jutás volt a tét. Az egyéniek mellett a párosok is pályára léptek, minden pontért nagy volt a küzdelem. Megvan az elődöntő, milyen volt az utolsó mérkőzés? Köszönöm szépen, nagyon-nagyon izgalmas volt. Legalább annyira, mint az előző, szoros meccset játszottunk, igazából kihasználtuk azt hiszem, hogy egymás kapacitásai teljes mértékben. Nagyon izgalmas volt és nagyon színvonalas volt. A szombat délelőtti döntőkkel befejeződött a szenior verseny. A Petőfi sportkör teniszezői remek eredményekkel zárták a három napot. Pető Éva és Kizoltán révén két első helyet szereztek. Második helyen végzett a csendes István Szabó Gyula páros, míg dr. Veres Gábor, Mészáros Károly, Sójmár János, Stanka László és Hajbacsaba a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Külön említést érdemel még, hogy Erdei Ferenc, aki a sportkör két csapatának is tagja, a férfi 60 plusz számban első helyezést ért el.